Itt van velünk Török Bálint polgármester Elek Sándor. Jó reggelt kívánok, Elek úr. Megnyertük-e a vízcsatát, ha már András frontról beszélt? Most már talán én is egy kicsit vidábbabban, mint két nappal ezelőtt, mikor találkoztunk. Tegnap délután 4-kor elkezdték ezt az úgynevezett kötőelemet beszerelni. Vége is lett, meg is tudták csinálni. Le a kalappal egyébként, hadd köszönje meg a műszaki stábnak az elmúlt időszakban elvégzett munkáját. És tegnap este felé már a víz is elindult ezen a csövön, és elkezdtük feltölteni azokat a tározókat, amelyeknek a feltöltöttség hiányában nem tudták a nyomást biztosítani. És úgy gondolom a mai naptól ért Török Bálint és Diósd körzetében már teljesen megnyugtatóan lesz ivó víz. Úgyhogy egy kicsit vidámabb vagyok, mint két nappal ezelőtt. Polgármester úr, az nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyzetben nagyon jó polgármesternek lenni, de... Hát, amikor megoldódik. Amikor most már jó, nem? Hát, dehogy nem. Hát például... Most már jobb, igen. Hát, na, ugye. Egymás után köszönik meg önnek a celebek azt, hogy van víz. Például a közösségi médiában. Az igazság az, hogy nekem nem sok minden megköszönni való van, nekem ez a feladatom. Én inkább azoknak szeretném megköszönni, a lakosságnak szeretném megköszönni azt, hogy ilyen türelemmel és megértéssel viselték ezt. Elképesztő, hogy ilyen helyzetben hogy tudnak egymáshoz közelebb kerülni olyan emberek, akik nem is ismerik egymást. Átjártak vödrökkel a szomszédokhoz, meg két utcával arrébb vízér. Olyanok találkoztak, akik idáig nem. De látja, polgármester, most azt sorolja, amire András utalt, még hogyha nem is feltétlenül ezt fogalmazta végül meg, hogy ilyenkor jó polgármesternek lenni, mert olyat lát a saját szavazóitól, amire nem is gondolt korábban, hogy képesek. Kétségtelen, ezt kétségtelen, és látok én itt egyébként mást is, tehát azt tudom mondani, hogy ugye mindig azt mondják, hogy mi magyarok milyen, hogy széthúzunk. Egy ilyen havária helyzetben azt lehet látni, hogy egyáltalán nem nincs erről szó. Elképesztően együtt tudunk működni. Ilyen havária helyzetben azt szeretném hozzátenni, hogy mi itt egyébként ebben a kis régiónkban ezt az együttműködést és egyetértést, ezt évek óta folytatjuk. Tehát jó példával járunk. Amíg baj volt, és akkor ez az utolsó kérdésem nekem, aztán lehet, hogy az Egon végig kérdezi a reggelt, hogy... Nem baj. Tehát amíg baj volt, addig azt lehetett, hogy Cseperről ért felé megy ez a nagy cső, és hogy gyakorlatilag Török Bálinttól bele se tudnak avatkozni a szisztémába. Tehát ugye úgy szitták önt, gondolom addig, hogy önnek tulajdonképpen nem volt teendője, vagy hát izgult, egyeztetett nyilván, de nem tudott belenyúlni Török Bálint a rendszerbe. Az igazság, hogy ez a szidás, ez igen, nagyon marginális volt. Értem. Erre mondom azt, hogy rendkívüli együttműködést lehetett látni a lakóktól. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon, tényleg nagyon vékony volt, inkább a megértés volt a jellemző. Egyébként, hogyha már itt vagyok, akkor hadd használjam azt a lehetőséget ki, hogy önöknek külön szeretném megköszönni, hogy percről percre közvetítettek, és nagyon sokban segítettek nekünk itt ebben a régióban, hogy a tájékoztatást azt végig tudjuk vinni zöggenőmentesen. Ezt nagyon szépen köszönöm. Nekünk ez dolgunk nyilván, és igyekszünk minden ilyen hasonló ügyet, ami ennyi embert érint, ugyanilyen szorosan követni. Örülünk, hogy az önök helyzete megoldódott. Bár a közszolgálat nagyon erős, de mi is hozzá tudunk tenni ezek szerint. Köszönjük. Ez most megtörtént. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünk áldott békés ünnepeket kívánok mindannyiuknak. Önnek is, önnek is minden jót.